Valójában most sincs egységes európai álláspont és közös fellépés bevándorlási ügyben. A migrációs válság mostanra elmélyült, a tömeges bevándorlási hullám továbbra sem csillapodik. Hazánk több eszközzel védi határait az illegálisan érkezőktől, mert a migráció biztonsági kockázatot is jelent. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a vendégem. Köszöntöm, jó estét! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőket! Rengeteg a miért a migrációs kérdéssel kapcsolatban, ennek a műsornak a keretei nem is elegendőek ahhoz, hogy ezt tárgyaljuk, de az biztos, hogy pontosan a sok miért és a sok kérdőjel miatt nagy a bizonytalanság, és éppen ezért lenne nagyon fontos egy egységes európai álláspont, hiszen ez jelenteni a biztonságot, ha látjuk a megoldást. Ami sajnos nincs egységes európai álláspont, nincs uniós álláspont. A magyar kormány nagyon korán fölismerte, hogy milyen kockázatai vannak az illegális bevándorlásnak, és ez az illegális bevándorlás hullámszerűen jelent meg, fenyegeti egész Európát, benne Magyarországot is. Tehát mondhatom, hogy egy modernkori népvándorlással állunk szembe. Nem ismeretlen ez a magyar történelembe, hiszen 1956, csak kicsit fordított. 56, de volt korábban, korábbi történelmi korszakokban is, amikor mondjuk Európát védte Magyarország a török hódoltságtól. Vagy éppen 1956-ban, amikor közel 250 000 magyar kapott menekült státuszt, de akkor is át kellett Ausztriába menni, mondjuk ha átmentek a zöld határon, akkor jelentkeztek, ma úgy mondanánk, hogy regisztrálták őket, és utána mehettek más befogadó országokba, az Egyesült Államokba, Kanadába, Nagy-Britanniába, és természetes volt, hogy menekült táborokban, így van, és zsilipelték őket. És politikai menekülteknek tekintették őket, de akik a zöld határon jönnek, vagy akik dörömbölnek és ránk törik az ajtót, olyan övezetekből, ugye Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból, a közel-keleti térségből, vagy éppen a szubszaharai térségből, és pontosan itt nem is tudjuk, hogy mennyien fognak jönni, most több százezren jönnek, de az utánpótlás az mondhatom azt, hogy bőséges vagy kifogyhatatlan. Éppen ezért a magyar kormány nagyon hamar fölismerte, hogy itt nem ár problémáról van szó, mint egyes ellenzéki politikusok mondták korábban, hogy a Fidesz kreálta ár problémáról van szó, hanem valóságos problémáról, és a nemzeti konzultáció során több mint 1 millió ember azt mondta, hogy Magyarországnak meg kell védeni a határait, meg kell védeni a nemzeti kultúráját, meg kell védeni európaiságunkat, mert nem tudjuk, hogy ezzel a tömeggel, mivel nincs egység és bevándorláspolitika, mit tud kezdeni Európa? És most hol tart Európa? Mik a legfrissebb intézkedések? Most ott tart Európa, hogy véleményem szerint sokan elismerik már a magyar kormány, a magyar miniszterelnök politikáját, hiszen a 6 pontos javaslatából, amit a brüsszeli EU csúcson tett, 5-öt elfogadtak, az az egy maradt ki, hogy Görögország is védje meg saját határait, hiszen Görögország is a külső schengeni határt jelenti, ugyanúgy, mint Magyarország, mondjuk Szerbiával szemben, Szerbia EU-s tagjelölt ország, Magyarország biztonságos, egyébként biztonságos országnak minősítették Szerbiát, tehát éppen ezért a magyar kormány nagyon hamar felismerte, és azt mondta, hogy aki illegálisan akar bejönni az Unióba, Magyarországra és ezáltal az Unióba, akkor azt meg kell akadályozni, jöjjön a határátkelőn, regisztrálja magát, hozzon papírokat, mert csak utána lehet eldönteni, hogy megkaphatja a menekült státusz, vagy sem. Mivel Szerbia biztonságos országnak, harmadik országnak minősül, ezért a visszatoloncolás is lehetséges, akik onnan jönnek Magyarországra. Egyébként szeptember 3-án, 4-én volt egy rendkívüli parlamenti ülés, ahol a műszaki határzár mellé egy jogi határzárat is vontunk, mert annak az ülésnek az volt a lényege, hogy a BTK-t szigorította a magyar parlament az embercsempészek ellenében, a bíróságokat fölruházta azzal a joggal, hogy gyorsított eljárásban utasíthatják ki azokat, akik nem kapják meg a menekült státuszt, és létrehoztuk a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetből 6 megyére, 6 déli megyére, ugye Bács-Kiskun megyére, Csongrád megyére, Somogy, Baranya, Vas és Zala megyére terjed ki ez a kivételes állapot, talán mondhatom ezt. Ezeknek az intézkedéseknek már vannak mérhető hatásai is. Hogyne, a műszaki határzárnak éppen tegnap a parlamentben egy napi rendelőti hozzászólást figyeltem, és abban az egyik képviselőtársam elmondta, hogy január 1-e óta, tehát január 1 és szeptember 28-a között 280 720 illegális bevándorló jött Magyarországra, elsősorban a magyar-szerb határon, míg nem készült el a kerítés, tehát mintegy 200 000 a magyar-szerb határon, és 76 000, közel 80 000 a horvát határon, és
a kerítésnek visszatartó ereje van, hiszen ha a tegnap előtti adatokat nézzük, szeptember 28-át 5335-en jöttek a napirend előtt szóló szerint, és ebből mindösszesen 111-en jöttek a magyar-szerb határon, és 5224-en pedig a horvát határon. Meg kell fontolni a horvát határon is, hogy a zöld határt lezárjuk-e, addig, míg nem lesz egységes uniós bevándorlás politika, hiszen ez Magyarország érdeke, hogy ne kontrollálatlanul özönjék el az országot, mert ez súlyos adóforintokba is kerül. Erről is beszélünk majd. De az, hogy ugye a rendvédelmi szerveket és a jogi határzárat is erősítették, ugye említettük, hogy nem lehet tudni, hogy ez meddig fog tartani, az utánpótlás akár kifogyhatatlan is lehet, ez hosszú távon is szükséges lehet. Milyen hatásai lehetnek ennek, ezeknek az átcsoportosításoknak, illetve hogyan tudjuk azt az ország többi területén pótolni ezeket a hiányokat? Hát igen, a rendőrség emberfeletti erőfeszítéseket tesz, de talán egy pici könnyebbséget jelent most, mert itt átcsoportosítások vannak azokból a megyékből, ahol nincs ilyen súlyos helyzet. Viszont a rendőrség mellett, és a parlament a felhatalmazást megadta, a katonaság is megjelent a határokon, tartalékosokat is behívtak, rendőrökkel együtt járőröznek, a katonák, a honvédek igazoltathatnak, előállíthatnak, tehát valójában jogosítványokat kaptak, de a legfrissebb információk szerint, vagy talán nem is olyan friss, hiszen néhány napja ez már érvényben van, a rendőrök vezetik ezeket a járőr akciócsoportokat. Tehát bizonyos értelemben a katonaság is alkalmazható, a honvédek is alkalmazhatók a határőrizeti feladatok ellátására. Miből finanszírozható ez hosszú távon, és egyáltalán eddig hol tartunk? A költségvetés tartalék alapjából, ugye itt a belépő menekültek, vagy inkább azt mondanám, hogy migránsok ellátása is pénzben került, a katonák és a rendőrök munkája is pénzbe kerül, a kerítés is, a határzár, a műszaki határzár szintén pénzbe kerül. Ez alapvetően ugye most a magyar költségvetési tartalékból, de hát az Európai Uniónak is van erre pénze, és ezt Magyarország kérte, hogy az Unió segítsen, mert Olaszország és Görögország kapott már ilyen forrást Magyarország számára is, mint érintett ország számára rendelkezésre kell, hogy ez álljon. Hogyan fogunk tudni ebben majd lobbizni, hogy az a megfelelő forrás nekünk is beérkezzen, hiszen többen állnak itt sorba hát ezekre a forrásokra. EU csúcson, a miniszterelnök, a kormányfők, a belügyminiszterek, a külügyminiszterek csúcsán, tehát elég aktív a magyar kormány ebben a tekintetben. Ha megnézzük, a belügyminiszter ott volt a brüsszeli csúcson, most a külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen, tehát a magyar miniszterelnök is ott van. Éppen most lehetett olvasni a hírekben is, hogy mivel nem csak a kvótarendszerről mi nem akarunk addig beszélni, míg nincs egy egységes bevándorlás politika, addig megvédjük a határokat. Utána, hogyha lezártuk, megvédtük a határokat, ha nincs utánpótlás, utána lehet arról beszélni, hogy a már itt lévőket milyen kvóták alapján ossz el az Európai Unió, sőt Magyarország felvetette azt a legfrissebb információk szerint, hogy világkvótára van szükség, hiszen más országokat is érinthet ez, nem csak Európát, vagy más kontinenseket is, és az előidézett helyzet, a miértekre keresett választ, hogy miért éppen most jönnek Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból, más közel-keleti államokból, vagy afrikai országokból, hiszen ott már Szíriában 6 éve polgárháború van, nincs politikai megoldás. Afganisztánban emlékezhetünk, még a szovjetek ott voltak, ugye 1980-ban, tehát itt 35 éve háború folyik tulajdonképpen, és most indultak meg tömegesen, és erre Magyarország felkészült válaszokat adott. Minden egyes krízis helyzet egyfajta lehetőség is arra, hogy megerősödjön egy-egy ország, és az egyéni szinten is így van. Ezt hogy látja? Hogyan tudunk mi ebből úgy kijönni, hogy... Hát nézze, képviselőként azt látom, hogy a magyar kormány a cselekvőképességét bizonyította, egyértelmű álláspontot alakított ki, a civil szervezetek a határokon az összefogást bebizonyították, ellátják, tehát a humanitárius oldal, az emberséges oldal megvan, de azt látni kell, hogy mi
nem tudunk ennyi menekültet befogadni, illetve hát nincs is értelme a kvótákról beszélni, ahogy előemlítettem, tehát Magyarország időben lépett, és nekünk nem az iszlámmal vagy a vallással van problémánk, az illegális bevándorlókkal van problémánk, a törvényeket be kell tartani. Én az emberek között járva képviselőként azt tapasztalom, hogy az emberek többsége, döntő többsége azt mondja, hogy ezt kell folytatni, meg kell védeni a határokat. És ezt a konzultációban is 85% azt jelezte vissza 1 millió emberből, hogy meg kell védeni a határokat. Fogunk még erről beszélni. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, képviselő úr. Köszönöm a lehetőséget.